Most is ők vannak támadásban, Andrić egyből beközépre átlépik, az úgy lehet helyzet, Arabuli fordul rá, ó, de nagy védés! Nagy Sándor hárította Arabuli kísérletét a 41. percben, hozzátéve, hogy a Debrecen kapusának szerencséje volt abból a szempontból, hogy pont középre jött a lövés. Andrić adja be, ez egy remek átlépős Vajdától, Arabuli pedig kapura tud fordulni, de az ő pekjére nem az egyik sarkot találta el, hanem pont azt a területet, ahol nagy áll. Uzomá lódul meg. Uzomá lassan lövő helyzetben, a 16-oson belül beteszi középre, az úgy helyzet, visszatett labda, Arabuli, kapufa! És kivágják a debreceniek. És aztán majdnem kirúgták a labdát nagy kezéből, íme Arabuli kapufája. Föllép a támadással Habovda. Jó a betett labda középre, Arabuli rá tud fordulni, de kapu mellé tüzel a grúz. Hiába van ott 3-4 debreceni védő, úgy fordul rá a kapura, ahogy csak akar. Rácz átverekszi magát valahogy a debreceni védőn, jó a passza is, még tovább, gól! A 87. percben Arabuli a harmadik vagy negyedik zicserét már gólra váltja, és Horváth Ferenc csapata néhány percre áll csupán attól, hogy elhozza a 3 pontot Debrecenből. A csereként beálló Rácot kell dicsérni, aki nagyon erőszakos volt, hiszen áthámozta magát valahogy Bényein, aki viszont, hát, mint védő gyakorlatilag semmilyen ellenállást nem tanúsított. És aztán Rácz passzát követően jön a gólpassz a csereként beálló Rudolf Gergelytől, középen pedig érkezik a grúz Arabuli. Milyen egyszerű a foci, nem?